Tisztelt Hölgyeim, tisztelt Uraim! Nem túlzok, ha azt mondom, hogy a Miskolc Egyetem és az Elektrósz között évtizedekre visszatekintő kapcsolatok vannak, voltak, és nagyon mélyen hiszem azt, hogy lesznek is. A mai aláírási aktus éppen a lesznek szolgálatában áll, tehát mélyen hiszem azt, hogy a jövőben is nagyon alkotó, előrevívő mindkét fél érdekeit szolgáló olyan megállapodást fogunk aláírni, amely az egyetemi hallgatók, egyetem oktatók számára ugyanolyan fontos és hasznos lesz, mint az Electrolux számára. Tudniuk kell, hogy már létezik egy együttműködési megállapodás a két szervezet között, amelyet tavaly apró pénzre sikerült váltani, és jelenleg az a laboratórium is, ahol most voltunk, az egy ilyen projekt végrehajtását célozza, végrehajtásán dolgozunk, és több projektünk is van, amely projektek összefoglalóan talán a energiahatékonyság lenne az a kifejezés, ami legjobban visszaadja a kutatásoknak a lényegét. Az emberiség, nem túlzok, ha azt mondom, hogy energia szegénységben van, tehát mindenkinek el kell követni minden lehetőséget annak érdekében, hogy csökkentsük energiafelhasználásunkat, miközben a jólétünk egyre növekszik. Ez egy látszólagos ellentmondás, éppen a mérnököknek a feladata, annak kimunkálása, és a Miskolc Egyetem oktatóinak lesz a feladat annak kimunkálása, hogy hogyan lehet hatékonyabb eszközöket, többre képes eszközöket, kevesebb energiával a lakosság, illetve a magyar népesség szolgáltába állítani. Nagy megtiszteltetés tehát a Miskolc Egyetem számára, hogy az Electrolux a Miskolc Egyetemet látta Magyarországon olyan vállalatnak, olyan szervezetnek, amely képes és alkalmas az Electrolux álló műszaki fejlesztési lehetőségeket megkutatni és sikerre vinni, és mélyen hiszem azt, hogy ez az együttműködés sikeres lesz, hogy úgy mondjam, sikerre van ítélve. Nem hallgathatom el azt sem, hogy a Electrolux és a Miskolc Egyetem közötti kapcsolatokban nagy szerepet játszik az a tény, hogy korábban nálunk végzett hallgatók dolgoznak jelentős számban az Electroluxnál, és úgy látszik, hogy az alma mater visszavárja őket, és azt mondom, ez a mi munkánknak az értelme. Egykori hallgatónk térjenek vissza az alma materhez, az pedig még jobb, hogyha nem üres kézzel jönnek, hanem kutatási feladatot hoznak, mert a kutatási feladat nem csak az ő munkájukat fogja segíteni, hanem az alma maternek a munkáját is. Amikor tehát erről a projektről beszélek, ehhez még egy lényeges kérdés hozzátartozik, ez pedig a hallgatóknak a gyakorlati szintere. Nagyon jó lenne, hogyha a jövőben az Electroluxnál a mérnök hallgatóink szakmai gyakorlatát nagyobb számban tölthetnék be, megismerhetnének jobban az Electroluxban folyó munkákkal, mert ez esélyt is adhat egyben az Electroluxnak arra, hogy ezek a hallgatók siker esetén ott fognak elhelyezkedni. Úgy látom tehát, hogy az a szándéknyilatkozat, az a megállapodás, amit ma rá fogunk írni, mindkét fél kölcsönös érdekét szolgálja. Ehhez köszönöm az Electrolux ügyvezető igazgató urának a támogatást, a segítséget, és biztos vagyok abban, hogy sikerre vagyunk ítélve. Köszönöm szépen! Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahogy már korábban is a laborátadás kapcsán említettem, a Miskolci Egyetem az Electrolux számára mindig is egy kulcsfontosságú bázis volt a szakmai utánképzésben. Ahogy ezt már rektor úr is említette, ez évtizedekre visszamenőleg igaz. Személyes példámmal is alátámasztanám, amikor én nagyon régen oda kerültem, akkor az egyik kollégám mesélte azt nekem, hogy gyakorlatilag abban az időben szinte egy teljes évfolyam lekerült annak idején még Lehel Kft.-hez, és gyakorlatilag ez már annak idején megalapozta ezt a bázist. Azóta is nagyon sok kolléga van, aki erről az egyetemről került ki, és a
Electroluxnál dolgozik, itt is ülnek többen közöttünk, akik itt végeztek, adott esetben tanítottak is. Tehát úgy gondolom, hogy az alap, a bázis, az egy nagyon stabil alap és bázis, amire bátran és nyugodtan tudunk építeni. Az elmúlt időszakokban is nagyon sok kutatás, közös kutatás zajlott, és aminek gyakorlatilag az egyik nagyon szép példája a korábban látott laboratórium. Ezzel a mai nappal úgy gondoljuk, hogy ez az együttműködés ez tovább erősítésre kerül, és a szándékunkat fejezzük ki mind a két részről, hogy egy nagyon kölcsönös együttműködésnek van itt a lehetősége, mind gyakorlatilag a kutatás területén, de ahogy itt rektor úr említette, a hallgatók szempontjából is nagyon fontos az Electroluxnak az, hogy minél több nagyon jó képességű hallgató kerüljön hozzánk, és hát úgy gondolom, hogy ebből a szempontból is érdekes az, hogy olyan technikát tudunk működtetni együtt közösen az egyetemmel, ahol a hallgatók a mai kornak megfelelő tudásra tesznek szert, és ezeket nyilván tudják a későbbiekben alkalmazni. Mi abszolút nyitottak vagyunk egyrészt a kutatásra, a kutatásfejlesztés együttműködésre, de ugyanolyan fontos számunkra a hallgatókkal történő megismerkedés, együttgondolkodás. Rektor úr említette a szakmai gyakorlatok lehetőségét, úgy gondolom, hogy mi erre abszolút nyitottak vagyunk, és éppen itt a laborból idefelé jövet beszélgettük, hogy adott esetben, mivel az Electrolux egy multinacionális cég, arra is lehetőséget tudunk nyilván szűkítettebb keretek között biztosítani, hogy adott esetben külföldi gyárainkban is tudunk szakmai látogatásokat szervezni, és természetesen erre is nyitottak vagyunk, de adott esetben külföldi nagy kutatófejlesztő bázisaink vannak, ahol szintén lehetőség van adott esetben látogatásra. Tehát úgy gondolom, hogy minden lehetőség adott arra, hogy az eddig is jól működő együttműködést megerősítsük, ezt gyakorlatilag tovább erősíteni tudjuk, és hát úgy gondolom, hogy mivel mind a két fél erre nyitott, úgyhogy biztos, hogy ahogy rektor úr fogalmazta, sikerre vagyunk ítélve. Köszönöm szépen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Miskolci Egyetem vezetésének nagy örömet és nagy megtiszteltetés jelent az a tény, hogy a mai nap folyamán az Electrolux egyik kutatási bázisát, hogy úgy mondjam, átadhatjuk a Miskolci Egyetem területén. Egy olyan hűtőkamráról van szó, amely lehetővé tesz a Miskolci Egyetem számára azt, hogy olyan kutatásokat folytasson, amelyekre korábban nem volt képes, nem állt készen. Az Electrolux ehhez megadta a segítséget, és bízom abban, hogy ez nem csupán az Electrolux számára lesz előnyös a jövőben, hanem a Miskolci Egyetem számára is. Köszönöm szépen! Nagy örömmel állok most itt, mert szerintem valamikor 26-26 éve biztos, hogy voltam ebben az épületben, bár akkor ez egy picit máshogy nézett ki. De annak idején én is itt végeztem, ezért külön is öröm számomra most újra itt lenni. És hát tényleg maga erről a beruházásról, amit megvalósult, a vállalatunk szempontjából is nagyon fontosnak tartjuk, és nagyon kiemelkedő az, hogy egy felsőoktatási intézmény ilyen korszerű laboratóriummal rendelkezik, ami úgy gondolom, hogy egyetemeken Európa szerte se nagyon sok létezik. Ez a mi fejlesztéseinkben nagyon sok segítséget tud nyújtani. Az Electrolux folyamatosan fejleszt új termékeket, amiben ez a berendezés, egy kulcsfontosságú berendezés, ez a laboratórium, ez egy kulcsfontosságú laboratórium.
Különösen fontos a mai világban a energia hatékonyság, az minél kevesebb energiát fogyasztó készülékek, amihez gyakorlatilag ez a laboratórium, ez a berendezés nagyon sok segítséget tud nekünk nyújtani, és hát az a szaktudás, amit megvan a Miskolci Egyetemen, nyilván szintén egy komoly bázis lehet nekünk. És hát arról ne is beszéljünk, és hát nyilván az egyetem szempontjából a legfontosabb, hogy a hallgatóknak egy ilyen modern berendezést tud kínálni, ezen tudnak a hallgatók tanulni. Úgyhogy nagyon örülök, hogy itt lehetünk, és hát úgy gondolom, hogy az eddigi együttműködés, az eddig is jól működő kapcsolat, az csak tovább fog fejlődni, és hát úgy gondolom, hogy egy újabb mérföldkőnél lehetünk, amit tudunk folytatni a következőn. Köszönöm szépen.